Na, sziasztok! Akkor ez most életem második live adása. Tehát már is fülöncsíptem magamat egy hazugságon, mint hogy először is utoljára vagyok live-ban, mert ez már a második. És hogyha ezt így folytatom, akkor lehet, hogy ez egy egész szép sorozat lesz este 9-ig. Elvileg most már talán mindenkinek fekve látszódom. Mármint, hogy én még itt ülök, de majd 9 után fekszem le. Tehát fekve van a kép, ugye? Uh-huh. Jó. Nem tudom, hogy hányan vagytok, hányan nézitek, és kezdhetünk-e beszélgetni, és milyen kérdések vannak. Először is boldog új évet kívánok mindenkinek, meg nagyon sok üzenetet kaptam karácsonykor. Hát van egy kis problémám ezzel a karácsonyi üzenetküldéssel, és hogyha már véletlen úgy adódott, hogy itt találkozunk és tudunk beszélgetni, akkor ezt már megosztom, mert én ilyen vagyok, hogyha a szívemben van valami, akkor azt elmondom. Az volt a problémám a karácsonnyal kapcsolatban, hogy rengeteg üzenetet kapok, és én nekem pár évvel ezelőtt is, amikor elindult ez a Facebook őrület, hogy mindenki karácsonykor írogat egymásnak, még olyanok is írogatnak ugye karácsonykor, meg új évkor, akikkel nem nagyon beszélünk évközben, ebben van valami jó dolog. A rossz dolog ebben állam az, hogy le tudjuk egymással a kapcsolatteremtést azzal, és a kapcsolattartást azzal, hogy kívánunk mindenféle jókat, és ez egy Ctrl-C, Ctrl-V művelettel van megoldva. Na most képzeljük el a szemtől szembe, amikor egy Ctrl-C, Ctrl-V mosolyt adunk egymásnak, hogy ebben mennyi öröm van, mennyi örömöt kapunk. Én szoktam hangoztatni, hogy nekem a karácsony, meg ezek a kötelező ünnepek, amik dátumhoz vannak kötve, ezek annyira a lelkemet nem mozgatják meg, én annyira nem vagyok boldog tőlük. És ez az egyik oka, hogy nem szeretem, amikor dátum szerint kell boldognak lennem, vagy dátum szerint kell szeretnem valakit. Ettől függetlenül a karácsonynak a milliője, a karácsonyi készülődés, az, hogy elcsendesedik az élet, a város, a világ körülöttünk, ez egy nagyon kellemes dolog, ezt átérzem. Magát az ünnepet, azt mi a gyerekekkel is úgy tartottuk mindig, hogy nekünk igazából nem karácsony volt, hanem onnantól kezdve, hogy tudták, hogy Jézuska az azért egy intézmény, az onnantól kezdve azért a karácsonyt úgy csináltuk, hogy nekünk az ünnep az volt, hogy egy héten keresztül díszítettük föl a fát, és 24-ére kb. Készen lettünk. Venni egymásnak nem vettünk ajándékot, mert évközben, ami kellett, úgyis megvettük, akkor karácsonyra már nem maradt semmi, csak a hülyeségre költöttük volna a pénzt. Tehát így a karácsony megmaradt egyfajta tényleg olyan elcsendesedésnek, amelyben azért figyeltünk egymásra, mert mással nem foglalkoztunk. Tehát ugye egyrészt mindenki szabadságra ment a cégbe, így mással nem foglalkoztunk, másrészt tényleg otthon voltunk, és azzal foglalkoztunk, hogy együtt vagyunk. Na, ekkor megjönnek az üzenetek a barátoktól, az ismerősöktől, tőletek is biztos kapok üzeneteket, kaptam üzeneteket, és most senki ne sértődjön meg a kritika miatt, de idén azért egész betegesre sikeredett ez a karácsonyi üdvözlet, bármennyire valakinek szívből jött ez az egész, és egy Ctrl-C, Ctrl-V giffel le is lett tudva ez a boldog ünnepeket, boldog karácsony sztori, ami, hát bevallom őszintén, nekem fura. Tehát valaki legyárt egy giffet, mert ehhez ért, ez fölpakolja social médiába, és onnan kikopizzuk és elküldjük a haveroknak, és például olyanokat is kaptam, hogy ha nem küldöm tovább, akkor ott rohadok meg a kurva életembe, ahol vagyok. És ez nyilván egyfajta felkiáltó jel a szeres mindenkit mögé, érzés mögé, de akkor is fura, úgyhogy nem véletlen, hogy mindenkinek nyomtam csak egy like gombot, amit ennyire komolyan is vettem, úgyhogy aki meg írt nekem, annak írtam, hogy boldog új évet. Viszont most, aki itt van,
az nem Ctrl-C, Ctrl-V ember, az viszont tényleg itt van, tényleg együtt vagyunk, bár nekem ugye ez nem annyira érezhető, mert nem látlak titeket, ha felveszem a szemüvegemet, akkor látom, hogy ki írt, meg mutogatják nekem azt, hogy milyen kérdések vannak. És van, aki itt egyetért, például Betty. Ja, még egy dolgot hagyd mondjak el nektek, hogy sajnos engem az Isten, vagy akárki teremtett minket, úgy áldott meg, hogy nem igazán emlékszem, és tudom a neveket, hogy kicsoda, rengeteg embert ismerek közületek, de nem biztos, hogy valakit névről ismerek, és arcról is, és nem tudom összerakni a kettőt, úgyhogy lehet, hogy meglátom valakinek a nevét, de nem ugri be, hogy kit honnan ismerek. Azt megköszönöm például, hogy ha valaki beírja, hogy itt van, akkor ír magáról egy jellemző rövid mondatot vagy szót, hogy mi történt mondjuk a szemináriumon vagy az előadáson, milyen szituációban találkoztunk, és akkor egy kicsit élőbb lesz a többiek számára is, hogy nem csak nevek jelennek meg itt a sorban, akik itt vannak, hanem az is megjelenik, hogy milyen közös életünk volt, és én honnan ismerhetem meg azt, aki ott van. Ennyit a karácsonyról. Az új évről viszont azt, hogy van egy olyan szokás, hogy amit csinálsz 31-én, éjjel meg elsőjére virradóan, azt fogod csinálni egész évben. Tulajdonképpen szerintem ezzel sokan így vagyunk. Én 18 és 30 éves korom között kimondottan arra koncentráltam, hogy 31-e és elsőjére virradóan szexeljek, hogy egész évben szexeljek. Úgyhogy aztán rájöttem, hogy ez nem így van. Ez egy nagyon jó szokás. Végül is nem bántam meg egyiket se, de az évben nem azt csináljuk, amit elsőjén reggel csinálunk. Szilveszterkor én dolgoztam, hajnalban is dolgoztam, készítettem a következő vlogot és a következő filmeket, amelyeket januárban fogunk megosztani veletek. Úgyhogy lehet, hogy egész évben filmet fogunk készíteni, legalábbis 2017-ben ugyanígy volt, és január 1-én szintén filmet készítettem, tehát mégiscsak lehet ebbe valami. Van-e valamilyen kérdés, amire már most válaszolhatnék? Elküldted. És hova jött? Nem jött meg. Oké, sziasztok lányoknak, szeretném megmutatni, de nem látom sehol azt a videót, ahol Sanyi gyermekei énekelnek. Ha esetleg fenn van még, valahol elküldenétek a linket. Nagyon hálás lennék, köszönöm. Elküldjük a linket. Egyébként ez a Reality Szemináriumnak egy összefoglaló filmjében van. És a YouTube-on fönt van? Igen. Fönt van a YouTube-on. Amit a YouTube egy kicsit letiltott, de szerintem látható, mert a YouTube mindent letilt, tehát pedig ők énekeltek. Hol van? Ez lesz a következő kérdés. Jó, tehát fönt van a YouTube-on, igaz? Igen. Oké, YouTube-on a Lengyel Sándor, hogy hívják a YouTube oldalamat? Official. És ott menjetek be a videók közé, és valahol a 100-200 videó között ott lesz. Reality Szeminárium. Igaz? Mm-hmm. Ez a címe. Oké, következő kérdés. Üdvözlöm, Sándor, még csak a könyvét olvastam. Kérdésem 16 éves kamaszfiú megszelidítésére irányadónak, melyik tréningét ajánlja? Hát... fiú megszelidítése. A kérdés az, hogy kinek nem szelid, ugye, mert lehet, hogy a kortársai számára lehet, hogy túl szelid, és a szülők számára, vagy a mi generációnk számára nem annyira szelid. Nem biztos, hogy megszelidíteni kell. A tréninget, bármelyik tréninget ajánlom, bár ugye a mostani 2017-es vonalak egy kicsit
üzleti vonalak, a birodalmi, a hogyan építs birodalmat, az, amelyik jobban foglalkozik azzal, hogy, hogy hogyan építsünk családot, hogyan építsük fel a saját életünket, tehát ez jobban kizökken ebből a világból. Én nagyon gondolkozom azon, hogy, és sokat dolgozunk azon, nem csak gondolkozunk, hogy, hogy 2018-ban új programokat is elindítsak, és kimondottan a 16 és 30 év közöttieket fogom megcélozni ezzel. Pont azzal valami olyasmi lesz a neve, hogy a startup, tehát hogy hogyan indítsuk el az életünket, hogyan indítsuk el a párkapcsolati életünket, a családi életünket, az üzleti életünket, tehát a karrierünket is. És nekem nagyon hiányzott ez annak idején ebben a korban, hogy konkrét segítséget kapjak az irányba, hogy mit csináljak. És nem a szakmai, hogy milyen szakmát válasszak, hanem egyáltalán hogyan viselkedjek mások előtt. Tehát nekem például a probléma volt az, hogy fiú iskolába jártam, és nem voltak lány osztálytársaim. Persze a lakótelepen közösen barátkoztunk, tehát lányok, fiúk együtt bandáztunk, de akkor is hiányzott egy nagyfajta rutin abból, hogy hogyan viselkedjek egyáltalán a lányokkal. Ezeket a szemináriumokat, amiket tervezek majd a fiatalok számára, ezek nem ötleteket vagy kész termékeket fognak a kezébe adni a fiataloknak, hanem képességeket. Tehát ha van valahol stressz, ha van valahol olyan nem harmonikus élet, ami miatt zavart lesz a viselkedés, akár túlzottan, tehát hiperaktív lesz egy gyerek, tehát a környezethez képest, vagy éppen pont fordítva, akkor ezt harmonizálni fogja ez a szeminárium. Addig, amíg ezek nem lesznek, ezeket majd publikáljuk, hogyha lesznek, addig, amíg ezek nem lesznek, addig ajánlom a Dreamrati Cinemát. A Dreamrati Cinema az rendbehozza az egyensúlyt, és ebben az egyensúlyban lehet majd, ebben az egyensúlyban nem kell gondolkozni, hogy mit kell csinálni, hanem egyszerűen olyanná válik az életünk, hogy kiegyensúlyozottak leszünk, és úgy kommunikálunk a többiekkel, ahogy kell. Az alvásciklusunk rendbe jön, az ébrenlétünk rendbe jön. Úgyhogy a Dreamrati Cinemát javaslom, ha budapesti a srác, ha pedig nem, akkor a Hogyan építs birodalmat tréninget, illetve későbbiekben, ha elindítom a fiataloknak ezt a programot, akkor szeretettel várom ott, és ez biztosan anyagilag is könnyebben elérhető lesz. Ha visszaküldöm nektek a könyvemet, akkor dedikálva visszakülditek, kifizetem. Természetesen megtesszük, de arról is lehet szó, hogy ha nem tudsz, persze nyilván ez arról szól, hogy ha nem tudsz Budapestre jönni, akkor visszaküldött postán, természetesen visszaküldjük és dedikálom. 2019-ben is lesznek tréningek? Köszönöm szépen a választ. Hát 2019-ben is lesznek tréningek, de hagyatkozom az elmúlt 26 év tapasztalataira, hogy egyszer csak voltak tréningek, és a következő évben is voltak, bár azért ne felejtsük el, hogy 2018. január 2-a van. Tehát odébb van még 2019. Üdvözlöm, Sándor! Mi többen is szeretnénk meghívni téged Sopronba. Eljönnél? Kérhetnénk mi ilyet? Igen. Elmennék. Ha meghívtok, elmegyek. Ez nálam ilyen egyszerű lesz. Következő kérdés. Az év utolsó Hogyan legyél milliárdos előadáson találkoztunk, dedikáltattam a könyvet, köszönöm szépen a személyre szóló üzenetet, a könyvhöz pedig azt fűzném hozzá, hogy nagyon egyedire sikerült, és igazán jó élmény volt olvasni. Ha minden jól alakul, találkozunk még valamelyik szeminárium. Boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen! Mindenkinek dedikálom a könyvet, és mindenkinek személyes üzenetet írok. Ez azzal jár, hogy hosszabb a sor. Akár három ember is 10 percig tud sorba állni. De mindenkinek személyes üzenetet írok, mert
Egy könyv a személynek szól, hiába ugyanazokat a szavakat használják, és ugyanazt a szavakat olvassák az emberek. Máshonnan jött mindenki, másképp értelmezi ezeket a szavakat, ezért, hogyha aláírom, hogy mint szerző, és hogy ajánlom ezt a könyvet, egyébként nem azt szoktam írni, hogy ajánlom a könyvet, a könyv az ott van, akkor természetesen ezt a személyre szólóságot szeretném kiemelni, ezért mindenkinek egyedi személyre szóló üzenetet írok a könyvben. Melyik? Már elment. Elment? De azt kérdezte, hogy a terecskéből honnan jönnek az energiák. A kérdés az, hogy a terecskéből honnan jönnek az energiák. Na most a terecske fogalma azért csak szűk körben ismert. A terecske az egyébként a B-kategóriás expert-operátor gyakorlat, ami egy bonyolult, komplex gyakorlat. Ugye van 5 kategóriája az expert-operátor gyakorlatoknak. Ezeket a kategóriákat én soroltam így be. Amikor én tanultam, ezek nem így voltak, hanem egyszerűen voltak expert-operátor szemináriumok, amelyeken voltak különböző gyakorlatok, bonyolultak, egyszerűek, és ezeknek volt alapja. Az alapját helyeztem be az E kategóriába, 5 ilyen alapgyakorlat van, illetve van 2 bonyolítottabb alapgyakorlat, ezek a D kategóriák, van egy C kategóriás gyakorlat, ez már modellépítés, és van a B kategória, ami a Matrix, a komplex matrix építéséről szól, vagyis az embernek, az életének a komplex felépítése. A tudat, tehát a gondolkodás, az érzelmi világ és a testnek az együttműködéséről szól. Nem olyan egyszerű dolog ez, hogy csak arról beszélünk, hogy van érzelemvilág és van gondolkodás és van mozgás, mint a testnek az élete, hanem ennek a komplexumnak a harmóniája és ennek a fejlődése az egy nagyon nagy kihívás, viszont ez a nagy kihívásnak való megfelelés tudja létrehozni azt, hogy a sorsunkat meg tudjuk változtatni. Tehát a B-kategóriás gyakorlat az meg tudja változtatni az emberi sorsot, tehát hogyha te sorsodban nincs benne az, hogy egészséges legyél, vagy hogy boldogan élj egy gazdag környezetben, akkor ezeket meg lehet változtatni, tehát meg lehet téged változtatni olyanná, hogy te ezt megkapd. Az energia pedig az operátorból jön, ebben az esetben én vagyok az operátor. Hogy én honnan szerzem az energiát, na ezt majd a terecskén fogom elmesélni. Kedves Sándor, voltam előadásodon, olvastam a könyvedet. A 2 éves akadémia egy-egy alkalma is hasznos, vagy csak egyben a 10 tréning. Lehet vegyesen is a 2 témát vegyítetten egy-egy tréning erejéig. A 2 témát vegyesen lehet használni természetesen, hiszen nem véletlen csináltam mind a 2 témát, sőt, javaslom a Dreamality Cinemát és a tréningeket is. Sőt, van, aki ezt kiegészíti coachingokkal is, tehát egy komplexebb haladás és intenzívebb haladás miatt. A 10 tréning és a egyben, tehát amit most elindítottunk 2017-ben, február 15-ig lehet erre jelentkezni, tehát a mesterkurzus, azt azért emelném ki, mert a 10 tréning az egy kurzus, az egy folyamat, egyfajta tanfolyam, tehát ott sokkal könnyebben tudok építkezni egy olyan csoporttal, akik mindig ott vannak, és vannak közös élményeink, amikre rá tudok építeni újabb élményeket, így sokkal messzebbre el lehet jutni. Ha valaki egyénileg jön, és egyébként ezzel a mesterkurzus csapattal együtt is fog találkozni az, aki egyénileg jön, ők megkapják annak a témának azt a részét, amit az a tréning tud adni, és ha kihagynak 2-3-at, és csak utána jönnek, vagy egyenként jönnek, akkor természetesen ezeket megkapják ők is, de a kurzus sokkal többet fog adni éppen az egymásra való építkezés miatt, illetve az amiatt, hogy megvan a megfelelő folyamatos impulzus, tehát minden hónapban kapunk egy impulzust.
De ne felejtsük el, hogy a mesterkurzus egyéb extrákat is tartalmaz, mint például a B-kategóriás gyakorlatot, amit itt terecskének hívott valaki, mert ezt így hívjuk egymás között, nem hivatalosan. Tehát a matrix modellezést az csak a mesterkurzuson belüliek tudják megkapni, tehát csak azok, akik február 15-ig jelentkeznek erre. Csak egy év múlva lesz újabb jelentkezési lehetőség, és akik a mesterkurzuson vannak, az egy külön csapatot fognak alkotni, ővelük más interakciót is tervezek, de ezeket majd később fogom elmondani, amikor ezekkel készen vagyok, tehát lesznek egyéb képzésekre, amelyekre őket majd meg fogom hívni. Tehát ennyiből mindenképpen sokkal többet fog adni a mesterkurzus, de aki egyenként jön tréningre, az is a tréningen belüli célokat azt el tudja érni. A decemberi Hogyan legyél milliárdos előadáson voltunk a feleségemmel. Az érdekelne minket, hogy a szemináriumon jut-e idő egyénenként mindenkire, hogy kérdéseket kapjon, esetleg arra válaszokat is saját célokkal, életpályával kapcsolatban. A tréningek és a szemináriumok nem alkalmasak arra, hogy teljesen egyénileg foglalkozzak külön-külön az emberekkel. Hiszen ott van 40-60-100 fő, mikor milyen programról van szó. A coachingok azok, ahol van idő egyénileg foglalkozni valakivel, ott tudok teljesen koncentrálni egy egyedi kérdésre, és ezeket be tudjuk aztán integrálni a csoportos képzésekre. Amennyire lehet, természetesen megválaszolom mindenki kérdését, és erre mindig hagyok alkalmat, és mindig hagyok időt, hogy feltegyenek az emberek kérdést. Nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az embereknek sok kérdésük van, és akkor, amikor ott ülnek a szemináriumokon és a tréningeken, és azt mondom, hogy na most lehet kérdezni, akkor nagyon nagy csönd van. Nem azért, mert nincs kérdés, hanem azért, mert a tréningeken, a szemináriumokon már sok az impulzus, és nagyon sok minden már beépült a gondolatokba, és azok a kérdések, amikkel megérkeztek, az már nem feltétlenül aktuális, akár már délután nem aktuális a reggeli kérdés, ezért föl sem teszik az emberek. És aztán jön a lépcsőház effektus egy nap múlva, hogy ezt föl szerettem volna tenni, ezt a kérdést. Hogy hogyan lehet erre válaszolni, írjatok nekem kommentekbe, vagy bárhol, tegyétek majd föl ezeket a kérdéseket, akár tréning után, és én például a vlogokban, vagy bárhol igyekszem megválaszolni, ha meg olyan személyes, akkor természetesen coachingot javaslok. Vagy el kell csípni engem tréningem, miközben éppen megpróbálok kimenekülni a teremből. Ez beszokott válni néhány embernek. Mit lehet tudni a készülő applikációról? Köszönjük, hogy vagytok. Hát, nagyon szívesen vagyunk. Ez már így van 48 éve. A készülő applikációról azt lehet tudni, hogy rengeteget készült ez már ez az applikáció, sőt, már egyszer majdnem elkészült egy éve, csak aztán mégsem lett kész. A készülő applikációról azt kell tudni, hogy a célja, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, már csak azért is, mert most így elmondom magunk között, így, hogy a Facebook nem hallja, hogy hát a fasz ki van a Facebookkal meg a YouTube-bal, mert hiába jelöltök be engem ismerősnek, és hiába van feliratkozás hozzánk, vagy hiába lájkoltok, bármit, ha kirakok, egyszerűen nem jut el hozzátok, tehát kirakok egy vlogot, és a 16 ezres lájkolók közül összesen 500-an látják, és jó, ha 200-nak kidobja a Facebook, hogy én kiraktam egy új posztot. És ezekben az új posztokban fontos információk is vannak, például az is egy fontos információ, amit kiraktunk, és nagyon kevés emberhez jutott el, hogy a mesterkurzust elindítottuk, de csak néhány ember fog tudni rajta részt venni, és a jelentkezési sorrendben tudjuk ezeket elfogadni. Az applikáció egyik célja, hogy fölrakjak olyan tartalmakat, mint például a vlogokat is át akarom helyezni az applikációban, hogy onnan lehessen nézni, és nem a YouTube-ról, és az applikáción belül te kapsz értesítést, hogy megjelent egy új tartalom, és akkor ha akarod, megnézed a telefonodon, ha akarod, nem. Illetve fölrakunk olyan információkat, amelyek alapgondolatok és alaptézisek, hogy jobban
érthető legyen az, amiről beszélek, tehát van egyfajta sajátos nyelvezetem, a szavakat teljesen másképp értem, mint ahogy mások is értik. Nem feltétlenül a bölcsesség az oka, egyszerűen én úgy gondolom, hogy ezek a szavak ezt jelentik, aztán senki nem világosított föl rá, hogy nem ezt jelenti. De lesz egy külön Sanyi szótár, hogy mit jelent az expert, mit jelent az operátor, mit jelent a szeretet például, mert nálam teljesen más jelent, mit jelent azt, hogy megölelni. Most hallottam valami új divatot, hogy kell ölelkezni, nagy fasság. Na most ezt is majd fölrakjuk, vagy egyszer vlogot csinálok, hogy valaki megpróbálta elmagyarázni az embereknek, hogy kell ölelkedni, mert hogy fog átmenni egymásba az energia. Nem úgy fog átmenni az energia. Tehát az applikáción olyan dolgokat is megosztok, amelyek nem biztos, hogy a Facebookra vagy a YouTube-ra felkerülnek, de ide igen, és mondjuk a szemináriumon elhangzik, de azt meg nem mindenki hallotta. Egyébként az applikációban meg rengeteg tervem van. Például a Dreamlati Cinemát, mivel csak a Törpe utcában lehet elérni. Ez az élőadásnak a lelke. Szóval csak a Törpe utcában lehet elérni a Dreamlati Cinemát. Szeretném, hogyha ez minél több emberhez eljutna, ez a szolgáltatás, és az applikációba be fogom építeni a DLC-nek a képességeit, tehát olyan mozizást akarok az applikációba is beépíteni, amellyel rendbe tudjuk rakni magunkat. Én bevallom őszintén, én saját magamat ezen keresztül rehabilitálom, a Dreamlati Cinemán keresztül, és nekem is hiányzik az, hogy ne csak egy helyen legyen elérhető, független attól, hogy nekem otthon is van, hanem bekapcsolom a telefont, és a telefonon egy rövidebb, gyorsabb impulzust is kapjak, például elalvás előtt. Én nagyon sokat tanulok Marcel fiamtól, mert ő kísérletezik az életével, hogy fogja élni az életét, és például az egyik ilyen kísérlet az, hogy nem néz hollywoodi filmet. Ezt nagyon jól teszi. Én egy kicsit nehezen mondok le róla, mert engem nagyon érdekelnek a filmek. Független attól, hogy egyre erősebb klisébe vannak zárva ezek, és nagyon-nagyon ritkán kapunk olyan filmeket, amelyek kitörnek ebből. Ettől függetlenül a hollywoodi film az olyan már, mint a tévében a reklám vagy a híradó, hogy olyan információkat közölnek velünk, amilyen irányba az társadalmunkat akarják erőszakkal terelgetni, és természetesen így megnézzük a filmeket, és a filmek mögötti hátsó információk hatva ránk, majd mi azok szerint fogunk választásokon szavazni, azok szerint fogunk vásárolni a boltokban, stb. Ha ezt elkerüljük, akkor természetesen elkerüljük azt is, hogy a társadalomtól kapjunk közvetlenül valamilyen visszacsatolást, még akkor is, ha ez egy terelgetés. Viszont ez egy hasznos dolog, hogy nem nézünk filmeket, vagy hasznos dolog, ahogy híradót nem nézünk, ez egy borzalmas hasznos dolog, vagy reklámokat nem nézünk, az kimondottan hasznos dolog. Ha szappanoperákat nem nézünk, az fantasztikusan hasznos dolog, sőt, hogyha bulvárszennyeket nem nézünk, is nagyon hasznos dolog. Sajnos most már néhány Oscar-díjas filmre is el lehet mondani, ha nem nézzük meg, az nagyon hasznos dolog. A DRC-ben van egy olyan szándékom, hogy, és ez működik, tehát én ezt erre használtam, hogy amivel megfertőznek ezek a filmek a DRC-vel, ezeket ki tudom ütni, tehát átprogramozzák az agyamat, és az álmaim ismét szépek lesznek, összetettek lesznek, és az álmaim építő jellegűek lesznek, és nem a filmek háttér információjáról fogok álmodni, vagy az életben kapott rossz információkról fogok álmodni. Tehát az applikáció egyik nagyon fontos célja, ez nem ma lesz, ez kicsit később, de az egyik legfontosabb célja, hogy eljussunk odáig, hogy a DRC megjelenhessen az applikáción belül is. Közben nagyon rutintalanul levettem a szemüvegemet. Rengetegen írnak. Egy Facebook megosztás során kerültem hozzád, bejelöltelek, ismerősnek írtam üzenetet is, és meg is lepődtem, hogy rövid időn belül válaszoltál. A DRC vezetett el az első tréninghez. Köszönöm, hogy bejelöltél, és akik bejelölnek,
azonnal válaszolok nekik. Ha személyes oldalamon jelöl be valaki, azért egyébként azt arra használom, hogy az egyre csökkenő barátaimmal beszélgessek, azért csökkennek, mert egyszerűen nem érek rá találkozni senkivel. De ezen keresztül tartom a kapcsolatot. Itt hivatalos dolgokkal nem foglalkozom, vagy a céges dolgokkal nem foglalkozom, de ha valaki kérdez ott valamit, és tudok válaszolni, akkor ott válaszolok. Egyébként, ha a hivatalos oldalra írtok, ugyanúgy megválaszoljuk a kérdéseket, és el szoktak jutni hozzám a kérdések. Pontosan ugyanúgy jutnak el a kérdések hozzám, mint ahogy most ezzel a live adáson belül eljutnak a kérdések, hogy elém rakják, és elolvasom. Azzal a különbséggel, hogy felolvassák nekem. Sokkal kényelmesebb dolog, amikor nem live-ban vagyok, és felolvassák a kérdéseket. Én válaszolom meg, és hogyha alá van írva, hogy Sanyi, az azt jelenti, hogy személyesen válaszoltam, ha pedig azon alá írva, hogy MSE, vagy az EOS, vagy stb., akkor tudok a válaszról, és így van megválaszolva a kérdés. Úgyhogy örülök, hogy írtál, és köszönöm a jelölést. Szia Sándor, biztos nem emlékszel már rám. Lehetséges. Egy olyan kérdésem van, hogy te állandó flow érzést tapasztalsz az életemben, akkor hogy lehet, hogy elmozdult csigolyákról beszélsz a könyvedben? Egy olyan állapotban nem igazán betegedhet meg a test, és a meglévő betegségek is eltűnnek. Azért nehéz olvasni, miközben ugrálgat lefelé, és meg kell kapjam. Mirenát üdvözlöm, puszilom. Mirenát üdvözölnek, puszilnak. És én most nem értettem ezt a kérdést, mert közben ugrált a dolog. Tehát az lényeg, hogy te állandóan nagyon jól érzed magad, mert ha igen, akkor hogy lehet ennyi gerincsérved? Biztos azelőtt szereztem, mikor nem éreztem jól magam. Ez nem igaz, mert mindig jól éreztem magam egész életében. Azért azt bevallom, hogy 2014. augusztus 17-e óta szarul érzem magam. De a csigolyas érveim ezelőtti dátumok. Egyrészt tornáztam fiatalkoromban, nem kezdtem igen korán, ezért nagyon messzire nem jutottam ezzel a tornával, tehát ez a középiskolai kategória, talán B kategóriának hívták ezt. Kategóriában elértem mindent, amit el lehetett érni, Budapest bajnokság, meg országos bajnok voltam, de ez elég volt ahhoz, hogy mondjuk sérveim legyenek, és valószínűleg jót tett a sérveknek az is, hogy 2014-ig én átlag napi 2 és 4 órát aludtam, ennél többet nem igazán, és hetente 1 vagy 2 éjszakát kihagytam. Például a Normafán, amikor ott éltünk, akkor azért értem Normafán, hogy egy kis titkot elárulok, azért értem Normafán, mert nagyon sok szemináriumot csináltunk, minden nap csináltunk valamit, és sokat forgattunk, sokat készültünk, rengeteg érdekes dolgokkal lehetett foglalkozni, és amikor bementem Normafára, akkor én kértem egy szobát, hogyha úgyis ott van a tréning, aztán én abból a szobából nem kerültem ki, és azt hiszem 4 hét múlva mentem haza Normafáról Pátyra, ami egyébként 40 perc autóval, és aztán visszamentem Normafára, 2 hónap múlva kerültem megint haza, és akkor mondtam a családnak, hogy hát egyetlen módja van annak, hogy mi együtt élhessünk, ha ti is oda költöztök, ahol én vagyok, én meg ott vagyok, ahol a szemináriumok vannak, és így ott voltunk, de ettől függetlenül én hajnalban mentem föl, és hajnalban már lementem az edzőterembe, hogy karban tartsam magamat és a sérveimet. Na most a nem alvás az biztos, hogy nem kedvez a gerincnek. Amióta egyébként meg többet alszom, tehát az elmúlt 3 évben, azóta kevesebb a panaszaim, kicsit vastagabb a deréköm, de többet alszom. A hájnak jót tesz az alvás egyébként. Javaslom, aki hájasodni akar. Hát nem házasodni, aki házasodni akar, az nem kell aludjon, aki hájasodni, az meg aludjon sokat. Oké. Említetted az elmúlt 450 Ha 5 évente ki kéne emelni egy-egy fontos fejlődési pontot, lépcsőt a saját életedből, melyek lennének ezek? Hát, ha én emlékeznék, hogy 5 évente mi történt, ha én emlékeznék az elmúlt 5 napomra, és ki kéne emelni fontos dolgot a fejlődés lépcsőfokot,
Kiemelek egyet összesen az elmúlt negyed évszázadból. Ezt egyszer elmeséltem, talán a könyvben is leírtam. De ugye az előbb említettem, hogy én énekre nem emlékszem. A lényeg az, hogy én mindig is tiszteltem, és örökre tisztelem a tanítómat, Boris Zolotovot. És azt nem mondanám, hogy tudatában vagyok, vagy felfogtam a képességeit, azt fogtam föl, hogy az ő képessége és az én képességeim azok nem összeegyeztethetőek, azok nincsenek köszönviszontban egymással, és ez akkor is így lesz, hogyha én még 200 évet élek, akkor is ő egy teljesen más képességű ember, és tudásban is magasabb szintet képviselt. Ugye ő most nem él, de ez az egész akkor történt, amikor élt, de nagyon keveset találkoztam vele, és az egyik munka alapján megláttam egy problémát, és azt mondtam erre, hogy ezt a büdös életben én ezt nem tudom megoldani, ezt a problémát. Én emlékszem arra, amikor ő ilyet megoldott, és hogy mennyire csodáltam azért, ahogy fölépítette az egészet. És ezek hosszú folyamatokban fölépített munkák, nem egy 10 perces hadonászás. És amikor megoldottam mindezt, akkor mindenki látta, hogy ez utolérhetetlen. És amikor találkoztam ugyanezzel a problémával, akkor szembesültem és átéreztem azt, hogy ez utolérhetetlen, viszont nagy szükségem van arra, hogy megoldjam. Eltelt nem tudom hány hónap vagy egy fél év is, lementem a terembe, előjött ez a probléma, el is feledkeztem erről az egészről. Előjött ez a probléma, és elkezdtem foglalkozni vele. Nagyon fontos, hogy nem foglalkozom azzal, hogyha félek valamitől, vagy nem foglalkozom azzal, ha valamit nem tudok, hanem egyszerűen csinálom, ezt nevezzük expert életnek egyébként. És estére úgy fejeztem be a napot, hogy megvolt a sikerem, és megcsináltam, megoldottam azt a problémát. Meg ne kérdezzétek, hogy mi volt, ez nem emlékszem rá. És fölmentem hajnalba, és fölkeltettem Emesét, és mondtam neki, hogy meg van oldva, és nem azt kell nézni, hogy mit nem tudsz, hanem azt kell nézni, hogy hova léphetsz. És előbb-utóbb eljutsz oda, ami benned már megfogalmazódott, hogy téged ez érdekel. Ez egy erős lépcsőfok, és azért erős lépcsőfok, mert megértettem az egész folyamatát, az életnek ezt a folyamatát, hogy az eredményeitek azok nem karnyújtásnyira vannak, hanem évszázadokra vannak tőletek. Ez nem jelenti azt, hogy holnap reggel nem ébredtek az eredménnyel együtt. Tehát nem létezik se idő, se távolság ebben az életben. Van a társadalomban, meg van az életünkben egy ilyen megszokás, hogy idő szerint élünk, meg távolság szerint élünk, de valójában ezek mind nem számítanak. Hát ezt mondanám lépcsőfoknak. Bár valószínűleg nem pont ezt kérdezted, de ezt válaszoltam. Melyik a rövid? Hát ez bármelyik. Önmagában a coaching elérhető? Hát ha értem a kérdést, akkor ez arról szól, hogy lehet-e jelentkezni csak úgy a coachingra? Ja. Igen. Természetesen. Föl kell hívni a recepciót, és időpontot kell egyeztetni, és már is találkozhatunk. Hivatalosan mi a végzettséged? 601-es számú elektronikai műszerész vagyok. Érettségivel kombinálva. Sci-fi filmben milyen szereplő lennél? Hát, varázsló. Hát, ja. Ha más sci-fi, és abban nincsenek varázslók, akkor én az lennék. Hát mindenképpen olyan szereplő lennék egy sci-fi filmben, amit még a sci-fi világ sem ért. Mert biztos, hogy azt a részét kutatnám az életnek, ami ha abban élek, azt nem értem, akkor biztos, hogy kutatnám. Úgyhogy
Azért a varázsló egyébként, nem nagy képűségből, és nem azért, mert hogy én varázsolok, vagy bármi ilyesmi, de egyébként tudok, mert ötöt látsz, négyet látsz, ennyi. Négyet látsz, ötöt látsz, ennyi. Valaki azt írta, hogy teletabi vagy. Ja, teletabi is vagyok, mint az utóbbi, mi ez, vlogban kiderült. Most egyébként nem. Szóval azért varázsló, mert a bűvész hazudik. Az emberek szeretik elkápráztatni a környezetüket. Ez mindenkivel így van. A legszerényebb ember is szereti elkápráztatni a környezetét. Az is azt mondja, hogy az is olyanokat mutat magáról, ami nem annyira igaz. Ugye nem azt mutatjuk magunkról, hogy mi rossz bennünk, hanem azt mutatjuk, hogy a legjobb arcunkat próbáljuk megmutatni. Tehát éppen ezért szoktunk fésülködni, fürödni, valaki borotválkozik is. Szóval ilyen dolgokat csinálunk, hogy mutassunk egy szép arcot. De ezek bűvész trükkök, ezek nem valós dolgok. És a varázsló az viszont valós dolgokat csinál. A varázsló, amikor eltüntet valamit, az el is tűnt. És az egy igazi transformációja az életnek. És ezért szeretnék én varázsló lenni egy sci-fi filmben is, hogy valóban transformáljam az életet. Tehát boldogtalanság van az egyik embernek a lelkében, és én eltüntetem azt a boldogtalanságot, és boldog lesz. Ok nélkül. Tehát nem adok neki pénzt, vagy nem adom kölcsön a feleségem, vagy bármi, amitől boldog lehet, hanem ok nélkül boldog lesz. Ez a varázslat. Én persze tudom, hogy milyen a folyamata, tehát nekem ez egy lépésről lépésre megtörtént esemény, aminek a végén remélem ezt az eredményt, és majd megkapom. És amikor megkaptam, akkor a többieknek ez egy varázslat, mert szomorú volt, boldog lett. Ezért szeretnék a sci-fi filmekben is varázsú lenni, hogy bármilyen problémát ott, ha látok, akkor megtanulom, hogy azt hogy kell megoldani, és megoldom. És mert gyorsabban és másképp oldom meg, mint mások, ezért a többiek számára ez láthatatlan varázslat. Kedves Sándor, az én vagyok. Sajnos én még nem tudom azt írni, hogy személyesen találkoztunk, de remélem hamarosan ez is megtörténik. A kérdésem a következő lenne. Milyen hatékony technikákkal lehet megtartani minél tovább egy alkotói állapotot? Szerelemmel. A hatékony technikáról van szó. Az alkotói állapot a szerelmi állapot. Ezért múzsákat kell szerezni. Azt kell keresni az életben. Nézni az életet magad körül, és megtalálni azt, hogy miben tudsz szerelmes lenni. Egy virágban, egy eseményben, egy mozdulatban, amit látsz a városban, az emberek között. Egy gondolatban, egy teljes filmben. Nem tudom, hogy férfi vagy nő kérdezte. Férfi kérdezte, Ádám kérdezte, akkor Évával például. Próbáld ki Évát. Hogyha akarattal, elmével nyúlunk bele egy gyakorlatba, már nem csak intuíció vezet, akkor az már fekete mágia? Á, nem. Nem, a fekete mágia az nem ettől fekete mágia. Az akarattal való élés az egy tudatos élés. Nincs köze a fekete mágiához. A mágia az mágia. A mágia az azt jelenti, hogy megerősítés. A megerősítés meg nem más, mint hogy van valami, ami magától nem tud megmozdulni, és én megmozdítom. Vagy például meg tudna mozdulni magától, tehát de én adok hozzá egy kis erőt, és akkor ez egy mágia. A szemüveg számára ez egy mágia. Nem mozdul meg a víz, de én megmozdítom. Ez mágia. A fekete mágia és a fehér mágia között nincs határ. Ez eldöntés kérdése, de lehet húzni egy olyan határt mondjuk, hogy értsük, hogy mi a fehér vagy a fekete mágia, hogy fehér mágia az, ami épít valamit, és építő szándékú, fekete mágia az, ami rombol és romboló szándékú.
Mert lehet épp rombolni építő szándékkal. Tehát ahhoz, hogy létrehozzak egy molekulát, ahhoz szétkeszedjek egy másik molekulát. Akkor én itt nem fekete mágus vagyok, mert én ezt fel akarom építeni. De ha a szándék az az, hogy egyszerűen szétszedjek valamit, aminek utána semmilyen következménye nem lesz, hanem csak szedjem szét, hogy ne létezzen, ezt nevezhetjük fekete mágiának. De nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert ugye nemrég adtam, karácsonykor volt a vlog a boszorkányüldözésről. Ezt meg kell érteni, hogy a mágia az miért fontos az emberek életében, és nem szabad üldözni. A fekete mágia nagyon kemény dolog, de én például a fekete mágiának a technológiáit át tudom változtatni fehér mágiára, mert a szándék más lesz. Ilyen például a voodoo modell, pontosabban a voodoo varázslat, amiből készítettem egy modellt, és ez megtalálható a Vimeon egyébként a voodoo modellezésről egy kis film, hogy az hogyan létezik, és hogyan tudtam abból üzleti előnyöket kovácsolni, az nélkül, hogy bárkit bántottam volna, hanem csak is az építkezésre hagyatkoztunk, és a voodoo mágusoknak a tudását utánoztuk le, és raktuk bele egy technológiába, egy modellbe, és ezáltal lehetett felépíteni valakinek egy szerencsés életet, egy boldog életet. Betegségeket oldottunk meg ezáltal. Holott a voodoo varázslók, és a voodoo mágia az pont az, hogy betegségeket okozzanak, és elátkozzanak másokat. Úgyhogy az a fekete mágia, az, hogy akarattal csinálod, és nem intuíció, ez csak a tudatosságnak a mienségét jelenti. Mi az első három lépés véleményed szerint, ami egy jobb, bőségesebb élethez vezet? Te hogy kezdenél egy új életet? Minden este lehetne live, hatalmas tisztelet, üdv Bálint. Hát, igyekszem minden este én is élni. Ezen túl is megpróbálok. Live-ot nem biztos, hogy fogok adni, mert a személyes kontaktusokat jobban szeretem. De kitaláljuk azt, hogy hogyan is legyen ez. Kitaláljuk ezt, hogy mit lehet ebből csinálni, hiszen ez már a második live az ígéretem ellenére. Hogy mi az első három lépés, ami egy új élethez vezet? Nehéz megmondani általánosságban, mert abból rossz következtetéseket lehet levonni. Személyesen, a személyes problémákat ismerve sokkal könnyebb ezt mondani. Én azt mondanám, az új élethez az első a figyelmesség. Legyél figyelmes. Ez nem azt jelenti, hogy a buszon át kell adnod a helyedet az öreg néniknek. Ez udvariasság. Ez egy gesztus. A figyelmesség az, hogy figyelmes vagy arra, hogy te mit csinálsz, hogyan élsz. Megfigyeled magadat. Megfigyeled a környezet és a te viszonyodat. A második, a felfedezett viszonynak a megváltoztatása. Ismerd fel, hogy ha valamiben másképp tudnál élni. Tehát ismerd fel azt, hogy például nem hallgatsz meg türelemmel valakit, akkor nem kell a másikat megváltoztatni, hanem te magadat változtass meg, és legyél türelmesebb. Tehát nem azt mondtam, hogy a türelem a második lépés, hanem az, hogy a viszonyt ismerd fel. A harmadik lépés, hogy kezd el meglátni a jövődet, hogy mit szeretnél. Vágyként, ne célként. Ne célt tűzzél ki. Tudom, hogy nagy divat célokat kitűzni, tudom, hogy nagy divat kiírni, hogy céltudatos vagyok, meg stb. A cél az lekorlátoz téged, és bilincsbe ver. A vágy felszabadít. A vágyal bármerre elmehetsz, a vágy az kiteljesíti az életedet. És a vágy az teljesíthető. A cél az nem minden esetben. Úgyhogy legyél figyelmes, fedezd fel a viszonyokat, és kezdjél vágyni. És ezután cselekedni. Ez már négy. De a cselekvést el ne felejtsük. Tehát négy. Háromból nem lehet lépni.
Életemben nem olvastam ennyit. De ennek örülök. Ki a példaképet Boris Zolotovon kívül? Hát ez egyszerű, senki. Ja, ő sem volt példaképem. Ő a tanítom volt. Nincs példaképem. Mindig vannak olyan emberek, akikre felnézek, de ezek a legegyszerűbb emberek is. Arra is felnézek, aki orva csap. Nem azért, mert olyan ügyes, hogy meg tudta tenni, mert szerintem nem nehéz. Hanem azért, mert mindenkitől lehet tanulni, tehát ilyen szempontból, ha így vesszük, akkor nekem ő is példaképem. Boris Zolotov nem példaképem volt, Boris Zolotov nekem olyat adott, amitől Lengyel Sándor nem létezhetett volna. Tehát ami nélkül nem létezhetett volna, vagy nem létezne most. Nem tudom szétválasztani az életemet az ő életétől, vagy az ő létezésétől, múltjától. És bár követem azt, amit ő csinált, de nem mint példaképet követem, hanem mint tanáromat követem, tanítómat követem. Nagyon sokat tanultam sok ember, nagy emberektől is, de nem mint példaképtől, mert nem ismerem őket, és lehetnek olyan hibáik, olyan viselkedési zavarai, amivel én nem értek egyet, amit én nem szeretnék csinálni, ezért nem példaképném. Mondom, ettől függetlenül tudok tőlük tanulni. Mi volt közted és Gattyán György között a legerősebb kapocs? Mi volt a legnagyobb lépcső az ő fejlődésében? Köszönöm a választ. Kettőnk közötti legerősebb kapocs a barátság volt. A barátság az egy párkapcsolat. Az olyan, mint a szerelem, mint a, hát nem a házasság, mert az intézmény. Mondjuk olyan, mint egy szerelem. A barátság és a szerelem között nincs különbség. A lélek és a tudat és a testnek az egyfajta állapota ez. Persze van különbség a barátság és a szerelem között, de struktúrájában, amit a lélek megél, és ami a vonzásban van, abban nincs különbség. Struktúra szerint ugyanaz, tehát hogyha másképp nézzük ezt, mondjuk biokibernetikai szemmel nézem ezt az egészet. A legnagyobb lépcsőfok az ő fejlődésében az elsőt mondanám, ami nélkül nem jöhetett volna létre, az, amit ő elért, az, hogy megtanítottam őt ember és ember között kapcsolatot teremteni. Úgy is fogalmazhatnék, egyébként így a pontosabb, misztikusnak hangzik, de így a pontosabb, úgyhogy felvállalom ezt a misztikusságot, hogy lelket adtam neki. Mennék ő ma már nem lenne. Kedves Sándor, te csak az energia átadásában hiszel, vagy Istenben is? Amúgy minél kisebb az miért kisebb az egyik szemed? Csak mert nekem is ilyen, de nem tudom, mitől van ez. Na nézzük, miért kisebb az egyik szemem? Melyik kisebb? Azért kisebb az egyik szemem, megmutatom. Most kisebb az egyik szemem, igaz? És most? Ugyanakkora. Most kisebb. Most ugyanakkora. Ezt tanuld meg, nagyon sokat sporolok a fotósomnak és a grafikusnak, mert más embernél meg kell nagyítani a szemét, hogy egyforma legyen. Én meg csak kiegyenlítem. Azért kisebb az egyik szemem, mert csak az egyiket használom. Ha lőttél már célba, vagy voltál már íjászaton, vagy csináltál bármi olyasmit, amivel célozni kell, vagy fényképezel, vagy bármit csinál, csinálsz egyszerű a teszt. Fogjál meg valamit, és fogd meg a kezedet, és radd oda valamelyik szemedhez. Amelyikhez odarakod, azzal látsz. Illetve van más teszt is, majd ezeket megmutatom, hogy hogy kell, hogy melyik szemeddel látsz. Na most az egyik szememet használom inkább, mindenki az egyik szemét használja inkább, és a másik, az pihem. Azt hiszem, azt használom, amelyikkel hunyorgok. Az kisebb. Amikor fáradt vagyok már, akkor elkezd kisebb lenni a szemem. Úgyhogy Gábor szoktam mondani, aki már 10 éve, már
biztos, hogy 10 éve dolgozunk együtt, fotózik, meg mindent csinál. Ő szokta mondani, hogy akkor most annyi, most abba hagyjuk a dolgokat, mert kisebb az egyik szemed. Menni kéne aludni, pihenni. Mi volt még a kérdésben még, hogy... Hogy Istenben hiszel el. Ja, hogy Istenben hiszel. Nem muszáj válaszolni. Az, hogy Istenbe hiszek, vagy az energiaátadásban, ez így nem összerakható dolog, mert a kettő nem üti egymást, és nem is függ egymástól. Az energiaátadás az érthető, hiszen energiát adunk át bármelyik mozdulatunkkal, vagy bármivel, amit csináltak, de gondolattal is energiát átadunk. Az Isten szót viszont minden ember másképp érti. Természetesen vannak, akik valamelyik valláshoz tartoznak, és az Istenben, Isten alatt ezt is ezt értik. A másik vallásba tartozóak ezt is ezt értik. Egyik vallásban tartozóak meg teljesen mást értenek rajta. Ezért nem tudom megválaszolni neked a kérdést, hogy Istenben hiszek-e. Egyébként Istenben nem hiszek, hanem mondjuk úgy, hogy amit Istennek nevezhetnénk, az teljesen logikus, hogy létező. De ez nem egyenlő azzal a megfogalmazással, ami bármelyik vallásban le van írva. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú és mély és nehéz téma. Nagyon könnyen, mert az első 10 percben kiborítok vele mindenkit, úgyhogy szerintem ezt most csak ilyen szinten válaszolom akkor meg. Szia, miért döntöttél úgy, hogy hazatérsz Magyarországra és itt tartasz tréningeket? Hát az egyik ok, hogy volt egy oka, hogy kimentem Amerikába, ezt majd 30 év múlva fogom elárulni kb. Vagy 40. De a lényeg az, hogy halálom után. 40 legyen. Nem könnyű Amerikában. És én nagyon sokat jártam ide-vissza. Először visszajöttem, és itt marasztaltak. Elindítottam itt programokat, és egyre inkább ide jött a fókusz vissza, és nem tudtam az amerikai projektekkel foglalkozni, így azok nem is lettek olyan nagyon sikeresek. Itt annyira felerősödött a folyamat, hogy én amikor visszamentem Amerikába bármikor, akkor is onnan 24 órában ide dolgoztam Magyarországra már. A gyerekek viszont kijártak a high school-t, és jött a döntés, hogy hol éljünk, mert most változtathatunk, tehát hol járjanak egyetemre. Azt tudni kell az amerikai egyetemekről, hogy azt mondják, hogy nagyon jók, de egy büdös mocskos biznisz az egész, és több egyetemi reklámot láttunk, mint joghurt reklámot. És a postaládánk tele volt, gyere ide tanulni hozzánk, és itt a legjobb, itt kell tanuljál. 60 ezer dollár per év. Na mindez Londonban, a legmagasabb szintű egyetemeknél 15 ezer dollár. Tehát ebből a szempontból nem vonzó Amerika, és a gyerekek eldönthették, hogy hol éljenek. Nem volt könnyű föltartani az amerikai életet egy magyarországi céggel, tehát fordítva ez sokkal jobban néz ki. Igazság szerint minden szál arra vezetett, hogy egyébként nem döntöttünk, hogy hazajöttünk, hanem nyáron hazajöttünk azzal, hogy hazajövünk néhány hónapra, és nem veszük meg a visszajegyet. Azóta itt vagyok, nem hinném, hogy visszamegyek, mert azóta már a zöld kártyámat így elszúrtam, tehát a zöld kártya így már nem lehet. És most már nem nagyon fogja megállni a helyét az L1-es vízumom se, és egyébként nem biztos, hogy Amerikába mennék vissza, mert hogyha Amerikába maradok, akkor fél évet Amerikába kell töltsek mindig. És mivel fél évet, több mint fél évet itt töltök Magyarországon, vagyis itt kell töltsek Magyarországon, de egyrészt nem tölthetek egész itt. Nem tölthetek annyi időt Magyarországon, amennyi elegendő és nekem szükséges, másrészt utána nem mehetek én sehova a világban. Ezért Magyarországról sokkal szabadabban utazhatok majd bárhova, és ha akarok, akkor elmegyek Amerikába, amit valamelyik részét nagyon szerettem, valamelyik része meg olyan, mint a világ összes többi része, van benne utáni való is. 300-an nézve. Az jó.
Volt már, hogy beszélgettél telepátiával? Nem ismerem a telepátiát, de majd, ha bemutatkozik, akkor majd beszédben legyedünk vele. Ez a telepátia, ez a keresztneve, vagy a vezetékneve? Olyan személlyel, aki képes volt venni és adni. Ja! A telepátiáról azt gondoljuk, hogy a telepátia az gondolat átvitel. Ez, hogyha kipöngészük a Wikipédiába, vagy a szótárakba, akkor ez helyes következtetés. A telepátia az gondolat átvitel tulajdonképpen. De telepatikus jelenségeknek nevezzük mindazokat a jelenségeket, amelyek a hat érzékszerven kívül tapasztalhatóak meg. Így nem lehet leszűkíteni csak a gondolat átvitelre ezt az egészet, és például sokkal nagyobbra értékelem azt a jelenséget, amikor nem egy gondolat megy át egyik emberből a másikba, hanem a teljes élet megy át. Tehát érzések. Ilyen például, amikor nagyon-nagyon szerelmes vagy, de nagyon szerelmes vagy, tehát amikor tényleg nagyon szerelmes vagy, és szexelsz. Mármint a szerelmed, de akivel nagyon szerelmes vagy. Na akkor egy igazi telepatikus élményben lesz részed, független attól, hogy a hat érzékszervek némelyike igen aktívan fog érzékelni és reagálni is, ettől függetlenül olyan dolgok fognak benned történni, olyan dolgok történnek, amely szintén telepatikus jelensége. Csak ezek úgymond megszokott dolgok. Tehát nem kerülöm ki a kérdést, én telepatikusan nem szoktam beszélgetni, mert ennél komplexebb kapcsolataim vannak, mint csak a gondolat által, de egyébként nagyon sokszor volt az, hogy ültem az irodámban, megírtam a jegyzetekre, ilyen kis posztitekre, fölírtam valamit, úgy jártam az irodában, még a Hegedűs Gyula utcában, ez még sok évvel ezelőtt volt, akkor 50-en dolgoztunk, és én egész nap mentem asztalról asztalra az emberekhez, és mindenkivel megoldottuk a közös feladatunkat, grafikusokkal, videóvágókkal, programozókkal, stb. És ilyen posztitokat írtam, hogy kivel miket kell megbeszéljek, és mivel nem tudtam, akkor még azért nem voltak ezek a mobiltelefonok, hogy hordozzam magammal, és fölragadgattam így az ujjaimra, meg mindenhova magamra, és így mentem, mint a madár ijesztő. És volt olyan srác, grafikus, Pondok Attilának hívják, akit üdvözlök, ha nézi, akihez, ha oda mentem, akkor elővettem a papírt, és már a monitorán kész volt minden, amit fölírtam. Ez is telepátia, de nem mondanám, hogy beszélgettem vele. Én csak fölírtam, ő meg megértette. Ilyen a kapcsolatunk. Telepatikus kapcsolat. Tehát a hat érzékszerven kívüli információkon alapszik a kapcsolatunk. Tehát sokkal mélyebb a kapcsolatunk. Nagyon sok kollégámmal ilyen volt a kapcsolat. Nagyon sokkal meg nem. A coachingok miben tudnak segítséget nyújtani? Egy adott cél vagy elképzelés megvalósításában lehet segítségre? Abszolút mértékben. A coachingok erre valóak. Legyen egy célod, ez a cél érjen sokat, és összerakjuk. Amennyit kell a coachingon fogunk megbeszélni, de nagyon szükségesek a tréningek is, attól függ, milyen a cél, mit kell megvalósítani benne. Nem csak beszélgetni fogunk, hanem természetesen megismerem a problémát, megismerem a felvetést, megbeszéljük, hogy milyen akadályokat kell megoldjunk, és utána jön a gyakorlat, és a képességeket kell megszerezni, és a coachingokon erre is nagyon nagy figyelmet fordítok, hogy a képességgel együtt menjen ki valaki az ajtón. Ezért 2 órát tart a coaching, mert 10 perc alatt megértem a problémát, bár 3/4 óra kell minimum, hogy valaki elmondja, és utána létre kell hozni a képességet, és ezt a képességet kell átadni. Csak a székoldás. Elhiszik a kollega, hogy a széknek volt ilyen hangja. Higgyétek el nekem, ha hallatszott, hogy ez a szék volt. Nem akarok egy más által már elcsépelt viccet elsütni itt, de...
De úristen, de veszélyes egy élőadás. Az ember nem tudja kimagyarázni magát. Hello Sándor, te hogyan kezeled az életben felmerülő ellentétpárokat? A pólusok állandó váltakozását. Jó, rossz, nyereség, vesztesség, siker, kudarc, stb. Mert ugye egyikben sem tudunk megmaradni, de sokszor nem tudjuk megszeretni a dolgok kellemetlen dolgát. Hát kibírom. Egyszerűen kibírom. Na, nem mindig érzem úgy, hogy ezt ki fogom bírni. Nem mindig érzem azt, hogy ez könnyű lesz, de edzem magam. Például rendszeresen tönkre megyek, hogy jó edzésben legyek. Aztán meggazdagszom, hogy jó edzésben legyek. Rendszeresen jó kedvem van, és kellemes dolgokkal találkozok, aztán rendszeresen találkozok kellemetlennel, hogy jó szarul érezzem magam. Nagyon nem direkt csinálom, ilyen az életem, viszont nagyon jó edzettséget adott, borzalmas, nagy mennyiségű szart ki tudok bírni. És vannak a környezetemben emberek, akik felfedezték ezt a képességemet, és kimondottan tesznek érte, hogy edzésbe legyek. Na, ezt is ki kell bírni. Egyébként csak úgy mondom mindenkinek, hogy most éppen kibírtam nagyon sok rosszat, úgyhogy most lehet túlterhelni a jókkal. Ez a év következik. Ja, láttam, hogy újraindul az EO School, hogy lehet csatlakozni, mi fog ott történni? Sose lehet tudni, hogy mi fog ott történni. Annak idején, amikor elkezdtük az EO School, direkt beraktam egy kamerát, hogy lássam, hogy mi fog ott történni. Az EO School nem én fogom tartani, viszont az én instrukcióim alapján fog zajlani a tematika és az oktatás, tehát azokat a dolgokat fogjátok ott tanulni és gyakorolni, amelyek kapcsolódnak az AHAVI témákhoz, amelyekkel felkészülhetünk a tréningekre, vagy a tréningek után tudjuk gyakorolni azokat, amelyek gyakorlatok vagy problémakörök felmerültek ott. Gyakorlat nem elmélet lesz, és egy képzett tréner fogja ezt tartani, ez most Zsuzsa lesz, és jelentkezni úgy lehet, hogy azok tudnak járni EOSCO-ra, akik már voltak tréningen vagy szemináriumon. Mert ott nem tanítjuk meg nulláról azt, hogy hogy kell ezt és ezt a gyakorlatot csinálni. Bár előfordulhat, hogy elmész egy EOSCO-ra és olyan gyakorlatot fogsz csinálni, amelyet nem tanultál, mert azon a tréningen nem voltál. De akkor is már van egy expert operátor élményed és gyakorlatod, így könnyen meg fogod érteni a következő gyakorlatot, és meg lesz a sikerélményed, a sikerességed. Tehát az EO School-ra úgy tudsz jelentkezni, hogy van egy EO School oldalunk? Mink van nekünk? Hogyan jelentkeztünk eddig EO School-ra? A mesterkurzusosok azoknak alapból jár az EO School, tehát ők eleve tudnak jönni, és a szeminaristák hogy gyülekeztek eddig régen a EO School-ra. Az EO School Club. Titkos csoport, ahova mi hívjuk meg őket. Van egy csoport, egy Facebook csoport. Ha te voltál tréningen vagy szemináriumon, akkor küldünk neked egy meghívót ebbe a csoportba, akkor ott leszel. Na, erre jó az applikáció, mert az applikációban benne leszel, és az applikációban kapod a hírt, hogy EO School ekkor és ekkor van, és az applikáción keresztül majd fogsz tudni jelentkezni. De minden esetre érdeklődjél az recepción, és amennyiben te jöhetsz az EO School-ra, akkor szívesen látunk téged, és megmondjuk, hogy mikor és hol lesz. Egyébként biztos ki fogjuk rakni így a Facebookra. Lehet-e csatlakozni a csapatotokhoz? Ha igen, milyen feltételekkel? No. Sokan kérdezik. Lehet csatlakozni. Különböző feltételekkel. Igazság szerint, ha csatlakozni szeretné a csapatunkhoz, akkor mindenképpen keresd fel minket. Írd le, hogy mit tudsz csinálni, mihez van képességed. Írd le, hogy mit szeretnél, hogy szeretnél tanulni, mennyi időd van rá, hogyan tudsz dolgozni. Magát a mesterkurzus csapatának megvannak a feltételei, és
és akarok olyan csapatot is építeni, régen nekem volt több is ilyen, amely segíti a munkámat, és ebben különböző szakmákat hívok meg, különböző szakmákból várok embereket. Mindenképpen szükségem van marketingesre, videósra, vágóra, operatőrre, szervezőre. Minél többen vagyunk, akik tudnak egyfajta önkéntes munkát végezni, akkor tudok velük foglalkozni. De szervezni akarok egy fiatalokból álló csapatot is, kimondottan, amiről beszéltem, hogy segítsem az élet elindulását, és ebben szeretnék olyan tehetségeket találni, akikből egy állandó csapatot építek, és ővelük együtt fogom segíteni az embereknek az életét. Tehát érdeklődjél, hogy mikor, mire van szükség, és lehet hozzánk csatlakozni, éppen milyen feltételek vannak. Mi ezeket az embereket gyűjtjük, akik érdeklődnek, és ha jön valamilyen lehetőség, hogy elindítok egy új programot, és 2018 ez az év lesz, hogy elindítok több új programot, akkor elővesszük ezt a listát, és küldünk nekik hírlevelet, írunk nekik, hogy most ezek a lehetőségek vannak csatlakozni hozzánk. Köszönöm a választ. Én veled szeretnék dolgozni, ezt hogy tehetem meg? Milyen ára van? Hát, ha velem valaki dolgozik, én azért fizetni szoktam. De köszönöm a felajánlást. De hogyha velem szeretnél dolgozni, tehát tanulni szeretnél, akkor a jelenlévő programok vannak, illetve én javaslom, hogy keresd minket, és mondd el, hogy mit szeretnél, és mindenkinek válaszolunk. Tehát olyan nincs, hogy ne válaszoljunk valakinek. Szeretnék elindítani valamit, amiről ma beszélgettünk a többiekkel, és ez egy módja annak, hogy találkozzunk, hogy szívesen leülök 15-30 percre, nincs időm egyszerűen semmire, tehát aludni meg enni nincs időm, de szívesen leülök 15-30 percre ebéd, vacsora vagy valami közben megbeszélni egy-egy dolgot. Ha van olyan kérdése valakinek, ami érdekes lehet mások számára, akkor tud csatlakozni hozzám úgy is, hogy ezeket a kérdéseket felteszi, megválaszolom és publikáljuk videón ezeket a találkozásokat. És ez is egy módja annak, hogy találkozhassunk egymással, és ezeknek a feltételei nagyon egyszerűen teljesíthetőek lesznek. Tehát ezek nem coachingok, tehát ezek nem ilyen szintű találkozások, de megválaszolom a kérdéseket, amennyi időnk van rá, és kihasználhatjuk ezeket az alkalmakat. Úgyhogy ezekre is várom a jelentkezéseket. Minél több kontaktot szeretnék összeállítani, hogy minél több emberre tudjak találkozni. Nagyon örülök a soproni meghívásnak például, mert ha máshova is meghívtok, tényleg szívesen megyek, és találkozom, az a kérésem, hogy ne két emberhez menjek, hanem minél többen legyünk ott, és úgy találkozzunk többen, mert az a hatékony, hogyha egyszerre több emberrel tudok találkozni, és egyszerre, ha elmondok egy választ, akkor több ember hallja ezeket. Melyik az a szeminárium, ahol belemész a spiritualitásba, a világ működésébe és a legmerészebb témák boncolgatásába, mint például Isten vallás, merretartás, mármint a világ, stb. Hát, amit úgy hívnak, hogy szeminárium. Amit úgy hívok, hogy szeminárium, hogyha megfigyelitek, vannak előadások, tréningek, coachingok, live-adás, vlog, stb. De ha valamit meg fogok hirdetni, és annak az lesz a címe, hogy szeminárium, hát ott gatyát föl kell tökni, ott bármi lehet. A szeminárium az én életem. Nagyon régen tartottam. Úgyhogy a szeminárium az. Nagyon kemény feltételei vannak, hogy meg tudjam szervezni.
hogy meg tudjak tartani egy szemináriumot. Mármint részemről vannak függelmények, tehát én nehezen tudom ezt, ezeket a feltételeket megteremteni. És ahogy megteremtem, és mindig azért dolgozom, hogy megteremtsem, akkor azonnal lesz szeminárium. Mindig is így volt. Egyébként megsugom, hogy a tréningeken, az előadásokon belemegyek a spiritualitásba, csak nagyon burkolom. De aki a sorok között, a szavak között tud olvasni, akkor ezeket ki tudja olvasni. Úgyhogy javaslom az előadásokat. Például javaslom a január, nem tudom, hányadikai előadást. Hányadikán lesz előadásunk? 24-én. A párkapcsolatról. Ott biztos nem fogom visszafogni magam. Ja. Szia. Coachingra van lehetőség Skype-on. Külföldön vagyunk, nehezen tudnánk megoldani a tréningen való részvételt. Van lehetőség, csináltunk már így Amerikából is ide Magyarországra, és amikor itt voltam Amerikában, hogy szokott ez lenni, ugye, amíg Amerikában vagyok, addig Magyarországról keresnek, ha itt vagyok, akkor meg Amerikából keresnek, tehát hogy az ember sose érezze úgy, hogy a jó helyen ül a székében. Lehet, kicsit nehézkes, kicsit nehéz a gyakorlatokat csinálni, mert ugye ha a gyakorlati részét nehezen tudom megcsinálni, sőt nem lehet megcsinálni, de ha vannak kérdések, azokat meg tudom válaszolni, tehát csináltunk ilyet, és most a legutóbbi esetben, akinek volt ilyen coachingja Skype-on keresztül, őnek egyetlen egy ilyen coaching alkalmával teljesen visszaállt az élete abban a mederbe, ahova kell, tele van erővel, energiával, vállalkozást indít, új vállalkozást indít, robban, erős lett, nagy katasztrófa után. Úgyhogy Skype-on is meg lehet ezt oldani. Szerinted mik ma az emberiség frontális problémái? Ha lehet szűkíteni kicsit. Itt ma Magyarországon mik a frontális problémák, amin dolgoznunk kéne? És ha még jobban lehet szűkíteni, mi a frontális probléma itt és most az én életemben? Ó, hát ez Peti. Szia, Peti! A világ frontális problémája szerintem most, és bocsássátok meg, hogy most valahonnan egyetlen egy pontból nézem csak ezt, mert ha egy kicsit arrébb ülnék, akkor egy másik frontális problémát ugyanilyen szinten emlegethetnék. De a világ frontális problémája a technokrata irány. Én tele vagyok technikával. Tehát most is dugik vagyok technikával, itt körülöttem, mindenhol csak technika van. Ezeket alkotásra használok, ezeket a technikákat arra, hogy az emberekhez eljussak, és elmondjam, hogy ember emberrel kell foglalkozzon. És az ember a saját életét kell építse, és mások életét kell segítse. És az életet kell építeni, és nem robotokat kell építeni. Ehhez persze robotokat, számítógépeket, kamerákat, elektronikát, technikai eszközöket használok. Nagyon szerettem a színházamat. A színházban fejeztem ki azokat a gondolatokat, és színházban adtam át a képességeket. Ugye a normafai időszakban is. Nem volt olyan egység Európában, ahol egy négyzetméterre jutó lámpa több lett volna, mint az én színház termemben. De ebből az egészből emberiséget építettem. Viszont az emberiség fejleszti a robotságot, fejleszti a technikát, és elfelejti azt, hogy milyen képességei vannak, nem elfelejti fejben, hanem ezek a képességek halódnak el, tehát csökevényesednek azok a
azok a részeink, amelyek fenntarthatják ezeket. Ez egy frontális probléma, mert az emberiség az nem csak abból áll, hogy az ember szeret és csodálatos az ember, hanem az emberiség a világ rendszerének egy fontos eleme. Ha az emberiség kipusztul, és ez nem azt jelenti, hogy nem fognak emberek mászkálni az utcán, tehát ne egy zombi apokalipszist gondoljunk el, hanem emberek mászkálnak az utcán. Csak önálló életet nem fognak tudni élni, mert csak a telefonjukkal tudnak kapcsolatot tartani, csak a Facebookon fognak tudni karácsonyra, vagy bármikor szeretetet küldeni, csak gifekben tudnak kommunikálni, vagy sorolhatnám, hogy mi minden történik ma, és ha a legkeresettebb oktatási cikk a marketing, akkor az emberiség elpusztul. Ez egy frontális probléma. Átveszi a helyét egy technokrata irányzat, és ez a technokrata irányzat, nehogy azt higgyétek, hogy ez egy olyan irány, amit nem fogunk tudni élni. Nagyon fogunk tudni élni. Éppen ezért a humán irányzat sokkal nagyobb veszélyben van. Pedig a humán irányzat sokkal intelligensebb, sokkal erősebb, sokkal messzebbre viheti nem csak az emberiséget, hanem a világot is. Minden technikai megoldás az egy csökevényesedett humán találmánynak a másolata. Az ember sokkal többet tud, mint egy robot. De a robotnak kibaszott kurva jó a marketingje. De csak gondoljatok az iPhone-otokra. Annyira nem működik mindig úgy, ahogy kell. Magyarországon mi a probléma? Ha elmondom, ezt az adást le is lövik. Remélem, ezzel nem mondtam semmit. Peti, meg veled szívesen találkoznék, és akkor elmondom neked. Személyesen. Mondjuk egy ebéd, vacsi, amelyik finomabb. Van egy új marketing ötlet. Lehet a tréninget streamelni? Persze fizetősen. Lehet. Kíváncsi vagyok a marketing ötletre, de nagyon veszélyes ez a tréning streamelés. De lehet. Kíváncsi vagyok az ötletre. Keresd fel, kérlek. Igen. Nem fogytak ki a kérdések, rengeteg azt kérdés kaptam. Azt kérdezik többen is, hogy Erdélyben lesz a szeminárium, mert szeretnék. Erdélyben lesz egy szeminárium, mert szeretnék. Lesz! Ez a mai jó hírem. Abban az esetben, ha Erdélyben megszervezik. Ha nem én szervezem Erdélyben, hanem Erdélyben megszervezik. És annyi ember lesz ott, amennyiért én le tudok oda menni, tehát itt tudom hagyni az itteni dolgaimat, mert bárhova megyek, az azt jelenti, hogy nem vagyok itt. Ja, nem a gatyámba turkáltam, hanem a szemüvegemet töröltem meg. De én vagyok a hülye, miért csinálok ilyeneket? Mert van erre speciális kendőcském is. Azt is kérdezik, hogy Székesfehérváron és Debrecenben lesz előadás? Lesz! Ez egy jó nap, jól indul az év. Lesz, hogyha megszervezitek. Elmondom, hogy miért mondom ezt el. Azért, mert már akartunk 2017-ben vidéken előadásokat szervezni. Olyan betonfalakba ütköztünk, hogy csak na, mindenki arra gondol, ha Lengyel Sándor nevét hallja, hogy Lengyel Sándor, jó, az a gattyános pornos Lengyel Sándoros Sándor lengyel varázsló KGB ügynök. Ja, annak háromszor annyi. Úgyhogy odáig se jutottunk el, hogy termet vegyünk ki. Úgyhogy ha ti megszervezitek, van egy terem, és bármilyen szerény kis ülő alkalmatosság nekem ott van a teremben,
és szembe találkozok emberekkel, akik egyébként majd szembe ülnek velem, és azért jöttek, mert hogy miattam, akkor én beülök az autómban, és már ott is vagyok. Oké? Úgyhogy bárhol elképzelhető, hogy csinálunk, csak szervezzétek meg. Én nem fogom idén megszervezni, hogy vidékre lemenjek, egyszerűen nincsen kapacitásom. De ha van segítség, már megyek is. Már írták is, hogy Debrecenben szervezik szélesen. Okay. Nagyon jó. Én 5 éve Debrecenben értem egyébként. Debrecenben születtek az ikreim. Hát a nagy erdő már nem úgy néz ki, mint akkoriban. Én szerettem Debrecent. Kicsit lassú város volt ahhoz, hogy karriert építsem az ember, de Debrecen nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magamat, úgyhogy szívesen lemegyek Debrecenbe, van még ott rokonsága is, úgyhogy szívesen megyünk. Be tudsz lépni mások álmába? Be. Például, ha valaki rosszat álmodik mellettem, akkor bemegyek, és megoldom, és szépen tovább alszik. Érthető okokból ez főleg a családommal történik meg, tehát ott tudtam ezzel így foglalkozni. De szemináriumon, a régi-régi szemináriumokon, ahol nem volt pénzük az embereknek külön szobát kivenni, egyébként most sincs mindenkinek pénze külön szobát kivenni, csak ez a piaci elvárás, hogy külön szoba kell mindenhol, meg kölyjel előírás, meg da-da-da-da-da. Szóval akkor együtt aludtunk, tehát nem úgy volt, hogy volt a terem, lementünk ott, aztán szépen elegánsan megvacsoráztunk, aztán fölmentünk a szobámba, aludtunk, elintézte mindenki a telefonján a hülyeségeit, vagy reggel megint találkoztunk, lementünk a terembe, intelligensen leültünk egy székre, és figyelünk, és szemben, na, nem így van ez. Matrac mindenhol. Aki éri, odafekszik, és elkezdünk élni, amíg el nem alszunk. Aztán fölkelünk. Aztán élünk, aztán alszunk, fölkelünk. Élünk, természetesen élünk. Ott például nagyon sok interakció van az álmok között. Egyébként vannak érdekes jelenségek az álmokban, a távoli emberekkel kapcsolatban is. Volt 2016-ban 9 napos szeminárium, igaz? Szeminárium szót használtam, és 9 napos volt. Nem egy napos tréning, 9 napos szeminárium. Teljesen más. Ott, ami az álmokban történt, az nagyon király dolgok voltak. Volt, aki nem jött le a terembe, mert fönt volt a szobájába, és az egészet az álmá, végigaludt az egész napot, 24 órát, és az egészet az álmában élte végig, majd lejött, amikor már nem az álmában érte végig. És ugyanúgy dolgoztunk. Hogyan lehetne a DRC-t az otthonokba eljuttatni? Megoldható? EOS applikáció megoldható, de iszonyat sokat kell érte dolgoznom. Az a helyzet, hogy Amerikába azért mentem, amikor kimentem Amerikába, akkor pont egy ilyen programon dolgoztam, tehát a DRC ennek köszönhető, de nem tudtam befejezni, egyszerűen nincs időm rá, hogy megcsináljam. Nincs időm rá. És ha most megvesz az applikáció, az még nem fogja ezt tudni, majd kell csinálni egy olyan applikációt, ami képes ezeket a képes a DRC-t befogadni, és olyan módon átadni, hogy annak legyen hatása. Nagyon fontos, hogy már rég kész lenne, ha csak egy fékszart csinálnánk, és azt mondanánk rá, hogy ez működik, de én ragaszkodom ahhoz, hogy működjön, ezért az ilyen irányú fejlesztéseket én mindig lelőttem, tehát az ilyen ötleteket meg lehet csinálni, hogy működjön. Nagyon sokat kell dolgozni hozzá. Biztos, hogy szükséges számomra egy olyan fejlesztő csapat, mármint mobil applikációs és weboldal fejlesztő csapat, aki önállóan dolgozik, és valóban dolgozik, és valóban azt csinálja, amit mond, és nem fordítva. Akkor ezt meg lehet csinálni, ezt a applikációt, és az otthonokban bárki tud DRC-zni. Ez egy nagy álmom, nagy tervem. Kicsit nehéz, hogy megvalósuljon. Nem szeretnélek megbántani, de egyenesen szeretnék feltenni egy kérdést. Kicsit félek.
Hogyan lehet arról megbizonyosodni, hogy a Gattyán Birodalom megszületésének részese voltál, és nem az ő tulajdonsági predesztináltak ide, ahol tart, és te köszönheted neki a karriered. Nevet sértésnek csak. Sehogyan. Nem sértettem meg, sehogyan. Nincs semmire bizonyíték. Mit mutassak föl? Milyen egy jó kérdés? Hát egy jó kérdés. A jó kérdés az, amit ha másik megválaszol, az életed megváltozik. Tegyél fel úgy kérdéseket az embereknek, hogy amikor megválaszolják, az életed megváltozik. Ha nem teszel fel jó kérdéseket nekem, nem baj. Majd én adok olyan választ, amivel az életed majd megváltozhat. Ha elsőre sikerül, nagyon király, ha másodikra, az is tök jó, ha harmadikra, akkor se bánkodj, ha századikra, akkor is látod, hogy van remény. Úgyhogy a jó kérdés az olyan, amitől új életed lehet. Ha valaki téged meghív álmába, elmész? Hát a fasz tudja, hogy akkor én is alszom. És egyik állítólag igen. Ja. Különböző jó buliban voltam már, milyen álmokban. Már mesélték. Ezt ne úgy képzeljétek el, ezt a tudatos álmodást, hogy én most lefekszem aludni, álmodok, és akkor megjelenek valahol, és visszajövök, és tudom, hogy ott voltam, és a másik is. Vannak ilyen egyezések, de ez nem így működik. Nálam nem így működik. Ha valaki azt mondja, hogy így működik, hát vagy már kezelik, vagy lehet, hogy igazat mond, nem tudom eldönteni. Én másképp működöm, az álmokat másképp csinálom, másképp élek bennük, és nagyon sok embernél megjelenek az álmokban, nagyon sok embernél. És nagyon sok embernél van olyan visszajelzés, leírják, elmesélik, mikor, micsoda, hogy meggyógyultak, megadtam egy választ, a választ megcsináltam másnap, megoldotta vele a problémát, stb. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy az embernek van nagyon sokféle megjelenési lehetősége, és az álomban ez végtelen lehetőség. És így lehetőség van arra, hogy én megjelenjek egyszerre több ember álmában, ugyanúgy, ahogy te megjelenhetsz mások álmában, akik gondolnak rád, és valóságban több, mint valószínű, hogy te tényleg valóságban megjelentél, de ez nem jelenti azt, hogy elhagytad a fekvőhelyedet, vagy bármit, vagy te erről tudsz. De ettől függetlenül megjelennek például a képességek. Tehát olyan dolgokat jeleznek vissza, hogy az álmukban megjelentem, és ez történt, amikről ők nem tudhattak, én tudtam, és felismertem. Innen gondolom azt, hogy ezek valóságosak. A DLC app mikor a várható, illetve hova kell gondolni a leendő árát? Továbbá havidíjas lesz, vagy egyszeri? A fasz tudja, néha kitöréseiden mindig nevetek. Hát igen, egyébként a számból vetted ki a szót tényleg. Ezek a kérdések egyszerűen számomra nem megválaszolhatóak. Nem tudom, hogy mikor lesz kész a DRC applikáció. Ha 3 hónapig semmit nem kéne csináljak, az égvilágon semmit, és csak ezzel foglalkoznék, akkor az én részemről a DRC applikációt megcsinálnám, a teljes anyagot, mindent, ami csak oda szükséges. A fejlesztés az fél év, hogyha egy becsületes és gyors fejlesztő csapat nekiáll. Azután, hogy ez eljusson az emberekhez, büdös mocskos sok pénz kell hozzá, hogy eljusson az emberekhez. Hát ezek nagyjából a perspektívái. Ezek után, ha én megírtam, lehet elgondolkozni azon, hogy
hogyan lesz elérhető, mi az ára. Nyilván olyan árat kell csinálni, amit az emberek elérnek, és tömegével elérhető azt legyen. Sírták, csak... Nálam is megjelentél már álmomban, de még személyesen nem találkoztunk. Hát lehet, hogy jobban jártál, de lehet, hogy ki kell próbálni a személyest is, ezt javaslom. Többen írták, jelezték nekem, hogy megjelentem álmukban. Nagyon örülök. Rengeteg benzin spórolunk ezzel. Védjük a környezetet. Szokják is védjük. Szívesen tartanál Szegedhez közel egy klasztanyán halastóval 2,5 hektár területen szemináriumot. Hány naposra tervezed a szemináriumokat? Annyi időt venne igénybe, mint a nonormafám? A szemináriumnak az ideális időpontja 7 vagy 9 nap. A 9 nap a király. A 7 nap is nagyon-nagyon jó. De a 9 nap az a nagyon jó. 3 naposokat tudtunk megengedni, amikor az életmodellek szemináriumok voltak. Azok nagyon szűkösek voltak azért. Szívesen tartok igen egy tanyán is szemináriumot. Azt kell tudni, hogy hányan leszünk ott, hogy tudjuk megoldani a dolgokat. Mindenre nyitott vagyok. Úgyhogy persze. Meg lehet szervezni nyárra, augusztusra. Augusztusban nincsen tréning. De máskorra is, hogyha össze tudjuk szervezni, már meg lehet. Miért tudom nézni a műsorod végig? Hol ott soha nem tudok 10 percig ülni a tévé előtt. Nincs reklám. Se híradó. Vagy nem tudom. Vagy azért, mert nem műsort adok. Vagy nem tudom. De örülök, hogy ez van. Debrecenben egy olyan napra fogunk elhívni, Sanyi, ahol mindenki csak aludni fog, mondjuk egy francia egy boltba, mindenkinek az álmaiban mászkálhat. Király! Ez lesz az első hely, ahova megyek. Ez a legjobb dolog. Egy francia egy boltba menjünk, feküdjünk le, aludni, mindenki alszik. Nagyon jó az ötlet. Jó, ott leszek. Az oktatásban hogyan lehetne hasznosítani a tudásodat? Hát úgy, hogy be kell vezetni. Nem lesz könnyű, mert hazamegy a gyerek, és elmondok neki valamit, és a szülő be fog jönni szülő értekezletre, és fejbe fog lőni engem. Nem tudja kezelni a gyerekét. Mármint, hogy okosabb lesz a szüleinél. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan fogjuk ebbe vezetni. Nagyon sok kísérletem volt erre, hogy hogyan vezessük be. Van egy nagyon nagy ellentét az oktatási rendszer és én közöttem. Én a szabadságot adom és tanítom az embereknek. Az oktatási rendszer meg ezt veszi el tőlük. Nem férek bele a nemzeti oktatási programba. De a világ oktatási programjába sem. Úgyhogy... Ja, nem tudom, hogy lehet ezt bevezetni. Milyen feladatot adjon mindenki magának, hogy kibillenjen az eddigi működéséből? Keres olyat, amitől félsz. Én azt csinálom, a legszívesebben, amit fogalmam sincs, hogy kell csinálni. És ha félek valamitől, akkor biztos, hogy megcsinálom. Az biztos, hogy akkor nem úgy fogok élni, ahogy én ezt megszoktam, vagy ahogy élnék. Úgyhogy a tréningek, a szemináriumok is ilyenek, hogy olyan szituációkat teremtek meg számotokra, amelyben nem tudjátok elővenni a rutint. És ott vagyok mellettetek, hogy ez ne legyen félelmetes, ez játékos legyen, ez szórakoztató legyen, ez élvezetes legyen, de a rutint nem tudjátok elővenni. És nagyon sok überbikát láttam már nekiállni a feladatnak. Na majd ő most ezt megoldja, mert ő aztán összerogott céget, asszonyt, családot, mindent, aztán
csattan a falon csukott szemmel. Nem tudja megoldani rutinból. Nincs rutin feladat. Nem tudom már, mi volt a kérdés, de remélem válaszoltam. Mondtam, utolsó kérdés, mert már túldúztuk így is. Oké. Akkor az utolsó kérdés, ha beleegyeztek. Az iskolavezetés részére el tudnál képzelni tréninget egy motivált igazgatójának? Igen. El. De lehet, hogy utána állás nélkül igazgató lesz. Megvan a veszélye. Dolgoztam együtt már iskolákkal, meg egy-egy tanárral, és nagyon jó volt. Osztályfőnöki órákat tartottam például, és nagyon élveztem ezeket. Ez még nagyon régen volt, ez még 2000 előtt volt. Úgyhogy minden elképzelhető, és biztos, hogy ha a világot meg akarjuk változtatni, akkor a tanuláshoz való viszonyunkat kell megváltoztatni. És magunkkal kell kezdjük. És az egyik ilyen lépcső az az, hogy rakjunk be egy órát a tantervbe, ami a szabadságról szól. Mármint nem arról, hogy szabadságharcosok születés évét és halálának az évét tanuljuk meg, hanem a szabadságról szól, ahol a gyerekek szabadon tudnak fejlődni, és ennek persze van egy célja, amit majd el tudnak érni. Ez Bionetnek hívjuk ezt a társadalmi szerveződést, ahol mindenki szabadon élhet, és megtalálja a közösség, a közös pontot, amitől tényleg közösség lesz. Tehát akkor lesz igazából helyén való, hogy közösségnek nevezzük azt az emberi csoportosulást. Ahol van egy közös pont, egy közös cél, ami új mindenki számára, és mindenki a saját tehetségével hozzá tud csatlakozni. Nehogy azt higgyük, hogy ilyen nincsen, nem könnyű megtalálni. De ilyen mindig van, és minden szemináriumon, minden tréningen ezeket létre tudtuk hozni. Aki volt már szeminárium tréningen, az tudja, megtapasztalta, hogy nagyon különbözőek vagyunk, különböző helyről mentünk, különböző kérdésekkel mentünk oda, és különböző célokkal, és mégis úgy megyünk el, ha az a velem együtt így megyünk el, hogy én is megkaptam a szemináriumon és a tréningen azt, amire vágyom, és amit szeretnék. És nincs hiányérzet. Csak feladat. És eltűnnek a problémák, és a problémákból feladatok lesznek. Amiért, és a feladatért szívesen dolgozik az ember. A feladatért szívesen tanul az ember. Én minden nap tanulok, több órát tanulok minden nap. Észrevétlenül is. De tudatosan is. YouTube-ról is. Sokat tanulok. Úgyhogy remélem ez az este egy olyan este volt. Ez a live adás egy olyan live adás volt, amelyben kialakult egy kis közösség. Nem tudom hányan voltunk, de 301 volt a legtöbb. 301 volt a legtöbb. És nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk, és remélem találtunk közös pontokat. Gondolom a kérdések megmaradtak, amikre nem volt időm most válaszolni. Nem ismerem ezt a live dolgot, tehát nem ismerem, hogy ezek így megmaradnak-e ezek után. És kiszedjük azokat a kérdéseket, amelyekre tudunk válaszolni, és akkor fogok vlogokban, vagy valahol valamilyen fórumot találni, ahol válaszokat adunk. Nagyon sikeres és boldog új évet kívánok. Én nem azt kívánom, hogy egyetlen csettintésre minden úgy legyen, ahogy szeretnétek. Mert ez nagyon jó lenne erre az évre, de a következő évet nagyon megbánnátok akkor. Én azt kívánom, hogy olyan év legyen ez mindannyiunk számára, amelyben lépéseket tudunk tenni, előre tudunk lépni, és a megfelelő kihívásoknak megfelelve természetesen azokban lévő nehézségeket leküzdve,
egy nagyon érdekes, nagyon élvezetes évet élhessünk. Ne vegyük észre azt, hogy 2018 és 2019 között van egy nap, amit szilveszternek hívunk, és meg kell ünnepelni. Mosodjon össze ez a két év. Mosodjon össze abban, hogy az, amit december 31-én gondolsz, az január 1-én egyszerűen érdemes folytatni, és nem kell új évet kezdeni. Az új év legyen az, ami azt határozza meg az új évet, hogy te mikor változol. Hogy az életed mikor változik egy olyan irányba, amiben te maximális boldogságot érhetsz el, és sikert. És amikor ezt eléred az év bármelyik napján, az legyen a te szilvesztered és az új éved. Ezt kívánom mindenkinek 2018-ra és a továbbiakba is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és teszek egy kísérletet, hogy hogy kell kikapcsolni ezt. Talán ezzel? Lent. Lent? Finish. Ja, hogy van egy finish. Ja, szemüveggel, király dolog.